A legnagyobb fiatal csillagok középen vannak. A felőlük áradó elképesztő erejű csillagszél óránkénti 8 millió kilométeres sebességgel száguld a kanyonban. A szélrohamok hatalmas ereje egy föld felé néző nyílást üt a felhő oldalán. Így a Hubble-nek és nekünk is betekintést enged a csillagok belső, titkos életébe. Az itteni legnagyobb csillagot sok apró veszi körül, melyek mindegyike körül saját burok található. Az óriás csillag felől érkező szél olyan erővel éri a kicsiket, hogy a lökés hullámok által lesodort anyaguk farokként nyúlik mögéjük. A csillagászok ezért is nevezik a fura képződményeket ebihalaknak. Minden burok belsejében egy újszülött naprendszer húzódik. Talán ezek az ebihalak egyszer kifejlett naprendszerek kialakulnak, de az is lehet, hogy az állandó csillagszél hatására növekedésük lelassul. Az Orion bölcsöde egy nyugodtabb zugában, a Hubble bizonyítékot lelt rá, hogy a bolygók a csillagok közelében alakulnak ki. Talán a mi naprendszerünk is így festett, amikor a nap kialakulóban volt, és a Föld még nem is létezett. Talán saját létezésünk és világunk kezdete is ilyen volt. A korábban gyengélkedő Hubble űrtávcső a legjobb formáját hozta. Olyan bepillantást engedett az időre és a térre, amiről a csillagászok eddig csak álmodozhattak, de a Hubble lassan elavult.